Mit tapasztalnak az iskolákban a pedagógusok a járvány idején? Mennyire félnek a COVID-fertőzéstől? Ezt mérte fel a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, mondja a pécsi ügyvivő. Rövid történeteket is kértek, ki milyen veszélyben van, vagy éppen ő maga milyen veszélyt jelent a környezetére. Egy tanító példáját idézte Nagy Erzsébet, akinek a nagymamája belehalt a koronavírus fertőzésbe. Amikor kiderült az elhunyt nagymamáról, hogy pozitív volt, akkor ő nagy nehezen elérte, hogy őt magát is teszteljék, na de hát azóta több napig bejárt az osztályba, és ott tanított, és hát most van ő otthon igazából, megérkezett már az eredménye, hogy ő is pozitív. Az ügyvivő azt mondja, több ilyen és ehhez hasonló történetet írtak meg a kollégái, pedig közvetlen egészségügyi veszélyeztetés esetén nem kellene dolgoznia a pedagógus. Ez tartalmazza a munkatörvénykönyve is. Tagadja meg a munkavégzést, mármint az iskolai munkavégzést, álljon természetesen rendelkezésre, de ez azt jelenti nyilván, hogy ő számára elő lehet írni otthoni munkavégzést, illetve ha ő maga érzi azt, hogy ő netán veszélyes lenne, például olyan osztályban tanított, ahol Covid-dal fertőzött gyereket mutatta ki, vagy netán hozzátartozóját, és őt magát viszont nem tesztelték, ebben az esetben a munkatörvénykönyve alapján köteles is lenne megtagadni a munkavégzést. Ezt az 54. paragrafus első bekezdése tartalmazza, mondja Nagy Erzsébet. A szakszervezet felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek 94%-a tart a megbetegedéstől. Ezért kiáltványt írtak a kormányhoz, hogy biztosítsák a tanárok védekezésének feltételeit a COVID-vírussal szemben. Kerestük a munkaadói oldalt is az ügyben, de nem kívántak reagálni a PDS kiáltványra. Azt azonban elmondták, hogy biztosítják a kézfertőtlenítőket az iskolákban, kötelező a maszk, a védőtávolság betartása. Ezzel pedig csökkenteni lehet a megbetegedés esélyét.